Jó reggelt, itt vagyunk Tarnaörsön. Horváth Zsolti barátommal, aki itt a Mátra-aljai folyók, patakok nagy ismerője. És hát Zsolti, mi lesz a mai program? Mesélj róla egy pár szóban. Jó, hát Tarnaörsről indulunk, végigmegyünk a Tarnán, Jász, Dózsa, Jász, Jákó halma, majd belefolyunk a Zagyvába, Tarna torkolatnál, és utána az egyik legszebb Zagyva részen megyünk le, Pusztamizsai erdőn keresztül levezünk, és ott majd egy kicsit majd kiszállunk az erdőben, fényképezünk, pihenünk, és utána tovább megyünk Alattyánig. És Alattyánnál, ahol a vízügy van, majd lehet, hogy lesznek a parton birkák, kecskék, ott szállunk ki velük együtt. Szuper, baromi jó hangzik, ez egy olyan szakasz, amin én nem jártam, csapjunk bele a lecsóba. Hajrá! Nem. Majd nagyon, nagyon zavar, akkor kiszedjük. De egyébként, majd így kanyarogni kell, nem? Szerintem te is nyugodtan tippanjál bele. Nos, hát üdv mindenkinek Tarnaörsről. És ahogy Zsolti elmondta bevezetőben, egy kellemes koratavaszi kis kajakozásra szántuk el magunkat. A Tarnán, majd annak torkolata után az Zagyván. A programot ezúttal nem én találtam ki, hanem egy meghívásnak tettem eleget. Nagy örömömre, mivel nem ismerem ezen folyószakaszokat, és szívesen járom be egy szakértővel. A vízállás kimondottan jónak mondható, az ártérben is lehetett hajakozni a Tarnán. Ilyen klassz vízállás jobbára csak tavasszal található itt, de azt is nagyon figyelni kell. Szépen haladtunk a mai nagyjából 8 kilométeres Tarna szakaszon, Jász Dózsán keresztül Jász Jákó halmáig, melyet elhagyva beletorkolottunk baloldali mellékfolyóként az Zagyvába. Ami azért volt furcsa számomra, mert a Tarna a nagyobb vízhozamú folyó, mégis az a mellékfolyó, nem az Zagyva. Na, jól van. Oké, ha mehetünk. A torkolat alatt pár száz méterrel megérkeztünk a Fekete Hídhoz, ami egy mezőgazdasági fahíd. No, hát a mai első kis átemelésünk helyszíne egy ilyen kis mezőgazdasági híd. Olyan magas a vízállás, hogy gyakorlatilag ide tudtunk állni a kajakkal. Ugye innen érkeztünk, és hát folytatjuk utunkat a híd túloldalán. Nekem is kell majd, majd menet közben jutom. Ja, ha fogod a tusszodat, akkor szépen én itt éreztem magamra. A Tarna medre körül nem voltak fák, sem árnyék, de az Zagyva más. Itt folyamatosan fák veszik körül a medret, és olyan érzése van az embernek, mintha erdőben kajakozna. Pedig azért ez egy kicsit illúzió, hiszen jellemzően csak egy keskeny sávban van erdő. Persze itt-ott, és ez majd a légi felvételen is látszik, vannak kisebb-nagyobb erdős részek is, ahogy Zsolt is említette. A folytatásban igazán izgalmas arcát mutatta a bővízű Zagyva. Élveztem minden percét, jó volt a sodrás, és kette nevezve a pályában igazán jól lehetett haladni. Az első rőzse tornasznál baloldalt vágtunk utat magunknak, használva egy kis kézi fűrészt is. Nem, 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 nem,
Jászterek mellett szépen ellapátoltunk, majd egy valódi erdős részre kerültünk, puszta mise közelében. Ezen a szakaszon is belefutottunk egy torlaszba. Pontosabban csak futottunk volna, ha nem kerüljük ki az ártérben. Na, pont az ilyenek miatt vicces egy megáradt folyón kajakozni. Csodálatosan szépen kanyarog a folyó egészen alattjánig, a mai etapunk végcéljáig. A település előtt egészen kiszélesedett a megáradt folyó, nem mindennapi látványt nyújtva. Végül a Veronika hídnál szálltunk ki, egy arra teljesen alkalmas helyen. Zsuzsi már itt várt minket. Nagyszerű kis jássági, tavaszi lapátolás volt. Hálásan köszönöm Zsoltnak az idegenvezetést. Jövünk még a környékre, hisz Zsolti is teli van tervekkel, programokkal, akár csak én. Mára ennyi fért bele a kis filmbe, de hamarosan újabb helyszínről jelentkezem. Ciao. Thank you.